Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés. Akkor ott folytatom itt a költségvetés megalapozó törvények vitájánál, ahol a költségvetési vitánál abba hagytam, mivel ugye az időkeretem lejárt. Nagyon érdekes, hogy évről évre a költségvetés megalapozó törvénycsomag megnevezést kapja ez a javaslat, holott, ahogy elmondtam a költségvetési vitában, itt igazából megalapozatlanságról lehetne beszélni, minden oldalról megalapozottság helyett, tisztelt államtitkár úr, és hát hogyan lehet komolyan venni, ha már megalapozásnál, alapvetéseknél, alapilléreknél tartunk, egy olyan költségvetés, amely 6%-os inflációt prognosztizálnak, 6%-os inflációval terveznek 2024-re, amikor ugye, pont itt hagytam abba, 21,5% volt még statisztikailag, statisztikai bűvés trükközéssel idén májusban is. Ami azt jelenti, hogy a gyakorlatban az ettől jóval magasabb élelmiszerinfláció miatt ezt az emberek még nem érzékelik, nem veszik észre. Tehát azon termékek és szolgáltatások iránt különös tekintettel az alapvető élelmiszerekre, amelyekből a legtöbbet vásárolják az emberek, amelyek a mindennapi megélhetés, ez a mindennapi életvitel, ez a leginkább kellenek, és a legnagyobb mennyiségben fogynak, az árcsökkenés, az infláció csökkenése pontosabban még egyáltalán nem, vagy csak rendkívül csekély mértékben érzékelhető. Hogy a helyzet súlyát még jobban be tudjuk mutatni, elegendő olyan súlyos, de megalapozott, mert ez megalapozott, kijelentéseket tennünk, hogy az egész Európai Unióban nálunk a legmagasabb az infláció, méghozzá nem célfotóval, vagy majdnem volt versenyben egy vagy több országgal. Észtország következik utánunk, 13,2%-kal áll a titkáró. Tehát azért a 21,5 és a 13,2 között infláció tekintetében is hatalmas a különbség, sajnos nem a mi javunkra. Aztán, hogyha ízlelgetjük, hogy a világon a tizedik legmagasabb inflációval küzd Magyarország, és a utánunk következő Egyiptom 30,6%-kal, akkor megint csak úgy érezhetjük teljes joggal, hogy bizony itt komoly gondok vannak az állami gazdaságpolitikával. Sorolhatnánk a Covid nevű világprojekthez kapcsolódó válság helytelen kezelését, idehozhatnánk a 2022-es választási költségvetést, azt a rengeteg pénzt, amit ugye kinyomtak a rendszerbe. Persze ennek egy része valóban szolgálta, vagy szolgálhatta a magyar emberek, a magyar családok érdekeit, mert több pénz jelentkezett náluk, de mivel ugye átestek a ló túloldalára, hogy be tudják biztosítani a választási győzelmüket, vagy inkább túlbiztosítani, ennek a levét isszuk 2023-ban, 2024-ben, és szerintem még ebben a ciklusban majd végig. Úgyhogy nem igazán látszik, hogy önök főleg az élelmiszerinflációt hogy akarják letörni, és ha már itt tartunk, ugye ez legerősebben a mezőgazdaság tárgyköréhez kapcsolódik. Ugye elmondtam a költségvetési vitában, hogy vélhetően ennek kiabáljuk, reméljük így marad, az agrárjogcímekre érkeznek az uniós pénzek, és a következő sok éves tervezési időszakban akár 5000 milliárd forintnyi forrás is érkezhet, azonban az önök által kialakított teljesen torz mezőgazdasági szerkezet miatt is ennek jó része nem az őstermelőkhöz, nem az őstermelői családi gazdaságokhoz fog vándorolni, hanem vélhetően azokhoz az oligarchákhoz, akinek a legkevésbé van szüksége újabb és újabb, akár normatív, akár pályázati úton történő pályázatok elnyerésére. És amíg itt a mezőgazdaságnak egy egészséges szerkezete nem áll össze, államtitkár úr, és nem értik meg, hogy tarthatatlan az, hogy a kiváló minőségű magyar élelmiszeripari alapanyagot, nyersanyagot kiviszik külföldre, ott feldolgozzák és méregdrágán adják el a magyarnak, sokkal silányabb minőségben, addig itt nem lesz változás. Ahelyett, hogy azt csinálnánk, arra alapoznának egy feldolgozóipart, az önök kétharmados lehetőségeit maximálisan a magyar emberek javára kihasználva, hogy amit itt megtermelünk, alapanyagot, nyersanyagot, azt itt dolgozzuk fel, és itt kerüljön piacra, és megfordítva a menetirányt, illetőleg a termék vagy az ár útját, mi vinnénk ki külföldre minél többet, nem a sajátunkat etetnék meg a legsilányabb minőségi kategóriában velük, ugyanis nem csak az a felháborító, ha már itt költségvetési megalapozásnál tartunk, ami elvileg ugye a magyar emberek 2024-es mindennapjait is hivatott lenne legalábbis részben megalapozni. Nem csak az a felháborító, hogy az egész EU-ban nálunk a legmagasabb az infláció, nem csak az felháborító, hogy egy hagyományosan kiváló adottságokkal rendelkező
Kiváló mezőgazdaság adottsággal rendelkező országban a legmagasabb az élelmiszerinfláció, mégpedig tovább magasan a legmagasabb, hanem az, hogy emellett azt látjuk, hogy ahelyett, hogy azokat a gazdaságokat támogatnák, amelyek a multikkal ellentétben nem fognak minket itt hagyni, nem vándorolnak el, nem telepítik át a kapacitásaikat más országba, hogyha rosszabb idők érkeznek, hiszen ők a gazdálkodásokán, mivel itt születtek, jó esélyen még a dédszüleik, hükszüleik és adott település temetőiben vannak eltemetve, kötődnek ezzel szállal Magyarországhoz. Önök nem ezeket támogatják, nem ezeket a családi gazdaságokat megfelelő mértékben, tisztelt államtitkár úr, hanem önök, kettő, ha azt nézzük, mondjuk a balliberális kormányokkal együtt, 2004 júniusa és 2023 januárja között, mondhatjuk azt, hogy 8171 milliárd forintnyi külföldi beruházás érkezett, de ehhez jóval több mint 1000 milliárd forintos támogatást adtak. Bár szerintem az 1050 vagy 1070 milliárdos támogatás alul van számolva, hiszen ha azt nézzük, hogy csak a debreceni akkumulátorgyár esetében 157 milliárdról beszéltünk eddig, és az akkumulátorgyár teljes kapacitásának kialakításakor ez 300 milliárdra növekszik, és ez a sok aksi gyár közül csak a debreceni, ebben semmi más nincs benne, akkor egészen biztos, hogy ez az 1000 milliárdos összeg lehet, hogy a többszöröse, tehát 1000 milliárdos nagyságrendű, csak nem egyessel kezdődő szám. Tehát ott korlátlanul vannak források. Ott korlátlanul megtalálják az ehhez szükséges pénzeket, viszont a létkérdés jelentő élelmiszer termelésre vagyok, ha, és a mindezen felül a legvérlázítóbb, beszélgetve az emberekkel, a fogyasztókkal, az élelmiszerek vásárlóival, tudja mi államtitkár úr? Az, hogy aranyáron silány minőséget adnak el az embereknek. Tehát nem arról van szó, hogy az egekben vannak az élelmiszerárak, de legalább kiváló minőséget kapnak a magyar emberek, hanem a legrosszabb kombináció valósul meg, aranyáron, vagy már az aranyártól is magasabb áron, silány minőségű, sokszor ehetetlen, ízetlen, vagy éppen egy ízű. Tehát amikor megnézünk egy nagy multi áruházláncban vásárolt különböző zöldségféléket, mindennek egyforma az íze. Az uborkának, a paprikának, talán még a hagymának van egy kicsit markánsabb hagymára részben emlékeztető íze. És ezt önök a különböző hatóságokkal együtt, mint a rossz focista, közelről nézik a meccset. Legalább nem kell megvan a jegyet. Ez igaz, tehát ez egy kétségtelen előny, de azért ez mégiscsak felháborító, bár igaz, ez részben túlmutat ennek a vitának a keretein. Költségvetési vitában is elhangzott az állampapírokkal kapcsolatos helyzet. Nos, az a balliberális pártok többségétől elterjedve a Mi Hazánk úgy gondolja, hogy önmagában az egy helyes irány, hogyha az adott állam, jelen esetben a magyar állam, inkább a saját állampolgárainak tartozik, inkább a saját állampolgáraitól vesz fel hitelt, mondjuk állampapírok formájában, mintsem, hogy külföldi bankoknak, pénzintézeteknek tartozzon. Ha úgy tetszik, ez nemzetbiztonsági kérdés is, hiszen a magyar állampolgárok, kivéve egy esetleges pánikreakciót vagy pánikhullámot, kisebb eséllyel döntik be a magyar államot, mint hogy bedönteni adott esetben egy nemzetközi tőkés társaság vagy egy vagy több bank. Önmagában ez tehát egy támogatható cél lenne. Ez helyes, jó irány, hogy inkább a belső eladósodás növekedjen, ha már az államadóság szintje, mondjuk a GDP arányosan 73 és 76% között mutatják ki. Véleményünk szerint ez egy nagyon optimista beszélés, és én úgy érzem, hogy inkább a jóval 80% fölött van az valójában, de a kimutatás szerint 73 és 76%-os sávban mozog, ha lehet hinni az önök által leírtaknak a GDP arányos államadóság. Tehát önmagában az állampapír kibocsátással nem lenne ekkora probléma. És a Mi Hazánktól távol áll, hogy ez ellen lázítson. Ugyanakkor azon ne csodálkozzanak, hogy a bizalom az vagy elfogyott a türelemmel együtt, lassan már, vagy rendkívül csekély mértékben van jelen. Hát az önök csapata döntött úgy 2010-ben, vagy 2011-ben, hogy 3000 milliárd forintnyi magánnyugdíjpénztári megtakarítást lenyúl. Akkor azt megígérték, hogy aki az állami rendszerbe átlép, ugye ez volt a döntő többség, annak nyitnak egy egyéni számlát. Nem tudom, hogy ebben önnek volt a felelőssége, most minden esetre hátra tud erre válaszolni, azóta sem hozták létre ezeket az egyéni számlákat, hiszen ez nem áll az önök érdekében. Azután, hogy magánnyugdíjpénztári megtakarítás jog címén 3000 milliárd forintot lenyúltak, csodálkoznak azon, hogy most, amikor a szomszédban zajlik ukrán területen az orosz-amerikai, vagy lassan már mondhatjuk, hogy az orosz-NATO háború,
amikor nem közvetlenül a háború miatt, hanem azt megelőzően és az egekbe ugrott, és nem igazán megfékezhető az infláció, amikor visszaesnek olyan húzóágazatok, mint a mezőgazdaság és az építőipar, és eleve a megtakarítások az infláció miatt jóval kevesebbet érnek, mint mondjuk egy vagy két évvel ezelőtt, attól tartanak az emberek visszagondolva a magánnyugdíjpénztári szabályalkotás idejére, hogy esetleg akár az országgyűlést megkerülve, mint hogy tették azt a megtakarítások egy részének az adóemelésével, úgy amikor az SZIA helyett kitaláltak, hogy 13% szocszóval is megterelik, tehát 15 helyett 28%-ot fognak majd 28%-kal fogják megsarcolni egyes megtakarítási formákat. Az állampapírokra nem vonatkozik, hiszen abban az irányba akarják terelni az embereket, de csodálkozik azon államtitkár úr, hogy sokakban felmerül, hogy mi van, hogyha az állam egy kritikus helyzetben. Egy nagyon szép indoklása, mert abban önök világbajnokok, verhetetlen bajnokok, világszínvonalon tudják előadni a veretesebb indoklásokat, ha arról van szó. Részben vagy egészben esetleg rövidebb vagy hosszabb időre ráteszik a kezüket az emberek megtakarításaira. Nagyon szép, hogy legalább a részvények, az ingatlan alapokhoz kapcsolódó befektetés, egyetlen az állampapírok esetében még nem emeltek közterheket. És higgyel el, hogy az embereket az abszolút nem érdekel, hogy személyi jövedelemadó, vagy szociális hozzájárulás, tehát SZIA vagy szocó címén sarcolják meg a megtakarításaikon képződött hozamokat. Őket az érdekli, hogy a futamidő végén, vagy esetleg a közben olyan élethelyzetbe kerülnek, hogy hozzá kell nyúlni a megtakarításokhoz, és részben vagy egészben visszakérik a pénzüket, milyen feltételek mellett milyen összeget kapnak vissza. Ne csodálkozzanak azon, és főleg nem a Mi Hazánk mozgalomban keressék a hibást vagy a felelőst, hogy a bizalom megingott, amikor azt látjuk, hogy bő 10 évvel ezelőtt is több ezer milliárd forintot gondolkodás nélkül pár hét alatt gyakorlatilag eltüntettek. Azóta sem igazán világos, hogy az akkori államadóság kifizetésekre ment el ez a pénz, vagy pontosan mire használták fel. Ennyivel sem tisztelték meg a magyar embereket, hogy elmondták volna, hogy ha már lenyúltuk a magánnyugdíjpénztári megtakarításaitokat, kedves magyar emberek, akkor ezt mire fordítottuk? Államadóság kezelése, fejlesztése, nyugdíjakra? Mire? Olyan nagyon nem látszik meg egyébként, hogy az államadóság törlesztésen sem, hogy önök milyen sorsot szántak ennek az összegnek, úgyhogy én azt tanácsolom önöknek a legteljesebb gondolattal, hogy a bizalmat próbálják erősíteni vagy megteremteni, ha egyáltalán ez még lehetséges. Most gondoljunk abba bele, hogy sok magyar embernek, adott esetben kis nyugdíjasnak, néhány millió forint megtakarítás az, amit félre tudott tenni élete alkonyára, vagy nehezebb időkre, esetleg az unokáinak, vagy a gyermekeinek az anyagi támogatására. És képzeljék azt el, hogy milyen érzés lehet, hogyha ők ezt veszélyben érzik. A legrosszabb üzlet most készpénzben tartaná a pénzt, ha egyáltalán még beszélhetünk itt nagyobb megtakarításra. Nyilván van egy kör, bizonyos vagyoni helyzetben lévő emberek vagy családok, akik megengedhetik maguknak, hogy most is jelentős megtakarításokat képeznek, és helyeznek el különböző befektetési formákban. Azt mondjuk kevésbé értem, hogy a részvények esetében milyen nincs közter növekedés. Hát valószínűleg azok az önök felső kategóriás befektető meg üzleti körei. Mert azért a legtöbb magyar ember kockázatkerülő. Vagy csak igen mérsékelten hajlandó kockázatot vállalni, ezért inkább az állampapírt választja. Főleg, hogyha az minél szélesebb körben adómentes hozamot termel, vagy megfizethető mértékű közterhelyre jár a hozamhoz való hozzáférés. Az elmúlt 13 évükre gondoljanak vissza, meg a magyar politika elmúlt 33 évére, és akkor nagyon gyorsan rá fognak arra jönni, hogy miért nem bíznak az emberek abban, hogy mondjuk akár 3-5 vagy esetleg 5 évtől hosszabb futamidők esetén megkapják azt, amiről a szerződés aláírásakor, vagy az állam papír szerződés létrejöttekor szó volt. Ami az önkormányzatokat illeti, tisztelt államtitkár úr, hát e tekintetben sem lehet okunk az elégedettségre, hiszen mind közjogilag, mind pedig gazdaságilag gyakorlatilag megnyírbálták, padlóra tették az önkormányzatiságot. Alig maradt önálló döntési mozgástere az önkormányzatoknak, igazából mindent a központból döntenek el, és néhány kivételes bevételi forrásokkal rendelkező önkormányzatot leszámítva, ma már a hagyományos értelemben vett önkormányzatiságról igazából nem is lehet beszélni. Köszönöm szépen a figyelmüket!